Jó napot kívánok, kedves nézőink! Úgy tűnik, lassanként elfogynak mind a kormányellenes, mind az államelnök leváltását követelő tüntetők Bukarest tereiről. A parlament teljes gőzzel dolgozik, a Klaus Johannis kezdeményezte népszavazást pedig valószínűleg kérják. Lassanként az időjárás is melegebbre fordul, előbb vagy utóbb beköszönt a tavasz is. Mi pedig rátérünk mai műsorunkra, amelyet Nagy István festőművészre emlékezve kezdünk, és egy Márton Árpád festőművészt pedagógus bemutató portréfilmmel zárunk. És még szó lesz a Királyhágó melléki református egyházkerületről, a Paradicsom Édenkert szavunk eredetéről és egy bukaresti komoly zenei koncertről. Tegnap múlt 80 éve, hogy elhunyt a csíkszentmihályi származású Nagy István festőművész, a modern magyar realista festészet reprezentatív képviselője. 1873-ban született, Csíkszeredában és Kolozsvárot iskolázzák, majd tanítóként dolgozik az Alföldön. Itt fedezik fel rajztehetségét, a budapesti mintarajziskolába kerül, ezután Münchenben és Párizsban képezi magát, majd itáliai tanulmányúton vesz részt. Mindvégig a csíki magánjavak ösztöndíjából tanult. Nem felejti el szülőföldjét, első kiállítását 1902-ben Csíkszeredában tartja. Ekkor a Székelyföldön, Gyergyóban és Csíkban él és dolgozik. 1919-ben Budapestre költözik, nagyszabású gyűjteményes kiállítása, 1923-ban általános elismerést váltott ki. Regényt írtak életéről. 1924-ben megkapta a Szinyei Mersepál Társaság festészeti díját. 1933-ban családostól végleg letelepedett Baján, ahol 1937. február 13-án hunyt el. Nagy István emlékét szobor őrzi Baján, a nevét viselő képtár előtt hajdani szülőháza helyét bronzplakettes emlékkő jelöli Csíkmincenten és a megyeközpontban működő zenei és képzőművészeti középiskolát is róla nevezték el. A reformáció félezredes fordulójának emlékévében kétrészes filmmel kalauzoljuk el nézőinket a Királyhágó melléki református egyházkerületbe, szótejtvén változatos és olykor válságos történetéről, létének fordulópontjairól, gazdag, néha akár hősies vállalásairól, meg persze a jövőt illető gondjairól is. Kérem, nézzék meg vallási rovatunkban a film első részét. A nyugati határszél megyéit általában Partium néven szokás emlegetni, és olykor beleértik ebbe nem egészen helyesen az északi Máramaros és a déli Bánság vidékeit is. Ez a sáv Szilágy megyével kiegészülve nagyjából egybeesik a Királyhágó melléki református egyházkerülettel. Majd 500 év történelme úgy hozta, hogy ez a nagy kiterjedésű, hosszúkás terület a történeti Erdély és a legújabb kori Magyarország között állampolitikailag keleti irányultságú kötelékben, kulturálisan mégis nyugat felé fordulva fogja össze a református keresztjéneket. Pusztán formai kérdésnek tűnhet, mégis identitás jegyként értelmezhető, miként köszönnek a Királyhágón túl, ahogyan a magyarországi reformátusok áldás békesség, vagy ahogy az erdélyiek, békesség Istentől. Nálunk békesség Istentől. Igaz, hogy 15 kilométerrel a határon túl már áldás békesség van. Mi inkább Jézus Krisztusnak a szavait ismételjük, ugye, amikor megjelenik a tanítványok közösségében, feltámadás után, és Tamás még ott van, illetve megérkezik, és akkor köszönt őket, hogy békesség néktek, és talán ennek a nyoma mi is ezt használjuk. A protestáns egyháztörténeti írás többé-kevésbé egyetért abban, hogy a magyar ajkú lakosság körében a korai reformáció egyértelműen az Alföldhöz, a hódoltság perem vidékéhez kötődik, és hát innentől fogva természetesen a Királyhágó melléki egyházkerület mai területéhez is.
Kiemelhetnénk itt elsősorban Dévai Bíró Mátyás tevékenységét, aki az 1540-es években bár országszerte is működött, de hát a szilágysági és szatmári reformáció egyértelműen az ő nevéhez kötődik. Az 1544-es váradi vitát feltétlenül meg kell említenünk, hiszen ez az a momentum, ami a térség első olyan eseménye, ami a reformáció irányába mutat. Tulajdonképpen itt a katolikus klérusnak egy gyűléséről volt szó, ahol viszont már a korai református teológiai elemek megjelentek a diskurzus kapcsán. Ennek a tézisei maradtak fent, és hát ezek vélhetően Dévai Bíró Mátyás keze alól kerültek ki. A délebbi területeken, Temesvár, Lippa, Gyula környékén feltétlenül meg kell emlékeznünk Szegedi Kis István tevékenységéről. Ez azért is nagyon érdekes, mert magyar nyelvterületen itt délen a Toronyi Zsinat 1550-es határozat alapján lőtt létre az első magyar ajkú szuperintendencia, tehát püspökség a Kárpát-medencében. De hát említhetnénk az 1550-es, 60-as, 70-es évek bármelyik zsinatát, ami a térségben zajlott le, Váradon és Debrecenben. Várad és a Mélius Juhász Péter nevével fémjelzett Debrecen vezér szerepet játszott a hitelvek kikristályosításában, és így a protestáns konfesszionalizációban. Az északi régiók reformációja az erdődi zsinathoz kapcsolódik, ahol a Drágfi birtokokon hát igen hamar talajra lett a reformáció, Nagybánya a reformációja pedig Kopácsi István működéséhez köthető. A partiumi régió a református fejedelmek idején nyilván a debreceni szuperintendencia közelsége miatt is lett a reformáció egyik meleg ágyává. De a kollégiumi oktatás kivált első Rákóczi György és Lorántfi Zsuzsanna idején és a nyomda alapítások is jelentősen hozzájárultak a helvét reformáció megerősödéséhez a térségben. A török hódoltság értelemszerűen az Alföld déli részeit, de hát a keleti peremét is súlyosan érintette, egészen a Fekete-Körös völgyéig, a 17. század elejéig előre nyomult a hódoltság határa, tehát a végvárláncolat. Ez azt jelenti, hogy a református egyház struktúrái is hát megrogytak ezen a területen. Nagyváradot is 1660-ban ugye elfoglalta a török, és hát innen egy elég sötét periódusa következik a református egyháznak. Azt mondhatnánk, hogy 1660-tól tulajdonképpen a türelmi rendeletig 1784-ig tetszhalottá vált a református egyház a Nagyváradon. Tudatosan mondom azt, hogy Nagyváradon, hiszen a bihari régióban nem. Tehát ez fontos kiemelni, hogy Nagyváradtól északra, az érmelléki régióban, a szatmári síkon református, életerős református egyházak százai tovább élték ezt a periódust. Az urbánus helyek voltak azok, amelyek megszenvedték egyrészt tehát a hódoltságot, másrészt az ellenreformáció Magyarországon meglehetősen megkésve megérkezett hullámait. Itt ki kell emelnünk elsősorban Nagyvárad esetét, hiszen azt mindenki tudja, hogy 1692-ben Nagyvárad felszabadulása után visszatért a régi földes úr, a római katolikus püspökség, illetve a káptalana, és hát a katolikus egyháznak egy ilyen előretolt helyőrsége lett Nagyváradon. Ez azt jelentette, hogy a várost, illetve a régiót is tulajdonképpen innen óhajtotta katolizálni az új püspök földes úr. Nagyváradon református egyház nem alakulhatott egészen 1784-ig, illetve hát a lakosság is olyan szinten változott meg a hódoltság után, hogy a magyar ajkú lakosságon belül is mindössze egy olyan 20%-ot tett ki a reformátusság egyház szervezet nélkül. Szatmár vidékén a sváb telepítés, az 1804-es püspökség alapítás, Nagybánya térségében a kincstári bányák miatti, már a 17. század végétől számottevő Habsburg befolyás, a koronavárosi státusú Máramaros-szigeten pedig a katolikus szellemiségű helytartó tanács nehezítette meg a református egyházi élet további bontakozását. A voltaképpeni királyhágó melléki református egyházkerület intézménytörténete az első világháború végével kezdődött, amikor a békeszerződés értelmében a Partiumot Erdélyhez hasonlóan Romániához csatolták. Ekkor alakult a királyhágó melléki egyházkerület 183 egyházközséggel, nagyváradi székhellyel.
Első választott püspöke Sulyok István bihari esperes volt. Az új román állam nem ismerte el az egyházkerületet, és a háború közötti két évtizeden át is rosszindulatú, illetve törvénytelen intézkedések sora nehezítette a reformátusok életét, de persze más felekezetekét is. Kezdeti időszakokban legsúlyosabban természetesen az oktatás ügyet érintette az új államhatalom berendezkedése. A református egyházat talán kevésbé érintették az ingatlanok, sokkal inkább a katolikus fél volt az, ugye, aki megszenvedte az ingatlanok, illetve birtokállomány elvételét. A református oktatásnak a minden szinten történő akadályoztatása volt az, ami Királyhágót is leginkább súlyosan érintette. Itt elsősorban a nagyváradi Leány gimnáziumra gondolhatunk, a Szatmáron működő három felekezeti iskolára. 1920 után sikerült a román államhatalomnak teljesen megszüntetni a Máramarosszigeti Református Kollégium, illetve Jogakadémia működését, ott gyakorlatilag lenulláztak mindent, ami református közép, illetve felsőfokú oktatás volt. És hát a rengeteg felekezeti vidéki falusi iskola is jelentősen megszenvedte, legalább egy harmaddal csökkent ezeknek a száma. A súlyos elnyomás ellenére, talán éppen az önvédelem reflexétől indítatva, a romániai református egyház és ezen belül a Királyhágó melléki egyházkerület a két háború közti időszakban valóságos lelki megújuláson ment át. A bécsi döntést követően a északra került részek természetesen azonnal visszatagozódtak a régi egyházkerülethez, Debrecenhez. Ez azt jelenti, hogy 1942. január 1-én törvényesen is megszűnt a Királyhágó melléki református egyházkerület. A délre eső részek Lugos központtal egy püspök helyettesi hivatalt hoztak létre, és a román állam tulajdonképpen el is ismerte ezt a lugosi püspök helyettesi hivatalt, ugyanúgy, mint a Nagyenyedit Erdélyben. Voltak próbálkozások a kettő összevonására, ám ezt a román államhatalom nem óhajtotta, tehát külön működött a háború fennmaradt két-három évében a dél-erdélyi, illetve a dél-párciumi püspök helyettesi hivatal. 1944. augusztusa természetesen egészen új helyzetet teremtett. A 47-től 48-tól berendezkedő kommunista államhatalommal nem volt könnyű elfogadtatni a Királyhágó melléki egyházkerület újraindulását. Az időközben meghalt Sulyok István után Csernák Bélát választották új püspöknek, de a román államhatalom nem ismerte el tisztségében. 1948-ban egy újabb választást kellett kiírni, ekkor Ardai Aladár püspök kapta meg a szavazatok többségét, Csernák Bélát nyugdíjazták egyébként korábban. Ardai Aladár püspöksége idejére esik tulajdonképpen az államhatalom beavatkozási kísérleteinek ugye a masszív beindulása. Hát itt gondolunk elsősorban az egyes felekezetek új statutumainak a megszerkesztésére, ami teljes egészében az államhatalom szája íze szerint történt. Tulajdonképpen csak a katolikus egyházzal nem sikerült egy ilyen statutumot kötnie az államhatalomnak. A református egyházat úgy Erdélyben, mint itt Váradon is sajnálatos módon elég könnyen bedarálta a kommunista államhatalom. Ardai Aladár püspöksége idején még egy bizonyos lavírozás még azért folyt, a református érdekek valamelyes megtartásáról még beszélhetünk, ám az 1960-as évektől Buti Sándor püspöksége idején, és hát elsősorban Papp László regnálása idején, itt már erről egyáltalán nem beszélhetünk, tehát gyakorlatilag az államhatalom kézi vezérlésű bábjaként működött az ekkor már nagyváradi református egyházkerület nevet viselő egykori Királyhágó melléki református egyházkerület. Az 1990-ben Tetz halálából gyakorlatilag újraéledő, önszervező egyházi élet reményeket, intézményalapításokat, építéseket, tehát mindenképpen a pezsgő normalitást hozta magával. Mindehhez természetesen a román állam támogató jó indulatára,
Nem kevés magyarországi szellemi és anyagi tőkére, illetőleg az európai intézményes politikum probléma érzékenységére volt, illetve lett volna szükség. 2008 volt az az esztendő, amikor egyházkerületünk egy teljesen új lehetőség elé került, hogy küldöttet vihetünk az Európa Parlamentbe. Püspökünk Tőkés László abban az időben úgy tűnt, hogy olyan alkalmas személy, aki ezt a feladatot el tudja végezni. Viszont itt a belső politikai feszültségek nem igazán léptek fel támogatólag ilyen irányba. El lehet képzelni, minden szervezetnek megvan a maga elképzelése, koncepciója. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy a mi jelenlegi magyar kisebbségi helyzetünket úgy tudjuk legjobban támogatni, hogyha oda segítjük az Európai Unió központjába, mint képviselő. Sikerült is ez az elgondolás, akkor nagy összefogás, Erdély, Királyhágó mellék, megszereztük azokat az ajánlásokat, amelyek eljuttatták őt, mint önálló képviselő Brüsszelben. Nagyon nagy reménységeket fűztünk ehhez, az igazság az. Én magam személyesen is, aki élére álltam ennek az egész kérdéskörnek, azt reméltem, hogy így az egyházak fele egyenes út van, vagy út lesz az unió felől. El kell mondanom, hogy csalódtunk. És csalódtunk elsősorban az miatt, mert hát az unió sok mindennel foglalkozik, de valahol az egyházakkal egyáltalán. És hála Istennek az RMDS részéről is egy másik lelkipásztorunk is bejutott, sőt ott van mai napig is, Tőkés Lászlóval együtt, Sógor Csabára gondolok, de igazán nem tudták ők sem azt az utat megmutatni, elsősorban Európának, ami az erdélyi kisebbségnek látható és minőségi változást hozott volna. Tény, hogy az egyházkerület számos tevékenységi szférájához, elsősorban a szociális diakóniai gondoskodáshoz, műemlékvédelmi ténykedéséhez, na meg a lelkészek bérkiegészítéseként rendszeres, illetve normatív támogatást kap a román államtól. Mindez azonban töredékét képviseli csupán az igényeknek. Az egyházkerület másik fő támogatója a magyar állam. A kormányváltások természetesen tükröződtek, tükröződnek a kapott szubvenciók mértékében. A kislétszámú egyházközségek lelkészeinek bérezéséhez, a kulturális programokhoz, gyülekezeti ház és templom építésekhez, a határon átívelő projektek keretében a nagyértékű templom felújításokhoz igazán jelentékeny mértékben kap támogatást a magyar kormánytól az egyházkerület. Az anyagi intézményi arculati gyarapodásnak azonban, s erről egy pillanatig sem feledkezhetünk meg, egyre fogyatkozó hívő sereg a haszonélvezője. A térség magyarsága, ahogy már említettük, dominánsan protestáns volt a 17. századtól. Ez így volt folyamatosan egészen az állami hivatalos népszámlálások kik, tehát a 19. század végéig. A főhatalomváltást a alakuló Királyhágó melléki egyházkerület hozzávetőlegesen 200 000 fővel kezdte, indította. A legnépesebb egyházmegye régió a Bihari volt, körülbelül 100 000 fővel. A többiek Szatmár egy olyan 70 ezer fővel járult hozzá az új egyházkerülethez, Szilágyság körülbelül 500 000 fővel, nyilván a déli részek Arad, Temes, Krassó, Szörény, Gyér református lakossággal 10-20 ezer fővel. Ez a 200 ezres tömeg sajnálatos módon ma is ugyanennyi. Ez azt jelenti, hogy az 100 évnek a gyarapodása, a demográfiai gyarapodása el is apadt az elvándorlással. Jelen pillanatban is sajnos a demográfiai mutatóink minden egyházmegye tekintetében negatívak. Máramarosban nincsenek sokan, viszont történelmileg egy nagyon mély gyökerű része ez a reformátusságnak, hiszen ha csak onnan indulok ki, hogy bibliafordítókról beszélhetek, akkor reformátorokról,
akik onnan indultak, illetve vagy odaérkeztek vissza. Tehát Nagybánya és környéke jelenleg körülbelül egy olyan 20-22 ezer lelkes nagyságú református vidék, valóban 2-3 nagy gyülekezettel, úgy mint Nagybánya, Máramarosziget, vagy éppensége Hosszúmező, amelyeket kiemelnék itt hirtelen, néhány kisebb gyülekezettel. De nagyon érdekes, hogy bár kisebbek, de gyülekezet erősségét, ha számoljuk, akkor bizony az erősek közé tartoznak. Az egyházkerület két jelentős református centrum köré szerveződik. Az egyik a nagyváradi, itt mintegy 20-25 ezer hívővel számolhatunk, a másik meg a Szatmárnémeti Központ 20-22 ezeres reformátussággal. Amint neve is mutatja, az utóbb említett város két település összeolvadásából jött létre. A mai megyeszékhely szatmári részének a Láncos templom a református szíve, mellette a református gimnáziummal, a másik történeti városrész Németi központja pedig értelemszerűen a Németi templom. Itt találkoztunk az egyházmegye esperesével. A Szatmári egyházmegye 45 gyülekezetet ölel a keblére, illetve több leányegyházközséget és néhány missziós egyházközséget. 20.385 tagot számlál. 43 lelkipásztor végzi a feladatát gyülekezetekben, de a büntetés végrehajtó intézetben, a nőszövetségi munkában, a sajtóban és az élet különböző területein, kórházakban, öregek otthonában. És én úgy gondolom, hogy a lelkipásztorok 21. század kihívásainak mindenféleképpen eleget szeretnének tenni, és helyt állnak a maguk kicsin gyülekezetében. Amikor azt tapasztaljuk, hogy ebből a 45 gyülekezetből több mint a fele kicsin gyülekezet, közel 200 lelkesek, akkor a lelkipásztor az utolsó bástya talán a gyülekezetben, amelyik közösséget megtartó és akár formáló erő az ígével egyetemben. A szatmári reformátusság büszkesége a kiterjedt és nagy hagyományú felekezeti oktatás, amely még a 16. században kezdődött. A reformáció következményeként a katolikus iskolák megszűntek. Szatmáron is, a mellette fekvő Németiben is protestáns humanista iskolákká alakultak, de 16. századi működésükről alig maradt pontos ismeretünk. Név szerint ismerjük viszont az iskolát 1594-ben vezető tanítót, Szegedi Lőrincet. A 17. század elején a szatmári humanista iskolát gimnáziummá alakították. Egy jóval későbbi, a szatmári református egyház levéltárában található okmány úgy utal 1610-re, mint a kollégiumi típusú középfokú iskolává emelés évére. A későbbiekben három tagozattal működő szatmári iskola szerepe a protestáns közéleti vezető réteg nevelése volt. A Szatmáron fennálló gimnázium mellett Németiben is működött hasonló jellegű iskola, amelyről azonban csak nagyon szegényes ismereteink vannak. Tudjuk róluk, hogy ez is a debreceni kollégium partikulája volt, de csak a grammatikai osztályokig kifejlődött úgynevezett csonka gimnázium. Feltehetőleg kevés tanulója volt, ami érthető is, hiszen a tekintélyesebb szatmári gimnázium közvetlen szomszédságában működött. Ez lehetett az oka annak, hogy a németi iskolát 1749-ben egyesítették a szatmári kollégiummal. A református gimnázium tanári szobájában vagyunk, amely egykor az egyházközség tanácskozó terme volt. A presbiteri testület 1892-ben kérte fel Bartók Lajos rajztanárt, hogy szatmári vonatkozású, egyháztörténeti áttekintést alkotó falkép sorozattal dekorálja a termet.
A hat egyháztörténeti személyiséget tartalmazó kép a következők. Első Luther Márton, következik Calvin János, Károly Gáspár. Az első teljes biblia fordító, aki mindamellett még Szatmár megyei szülött is. Tehát végül is neki köszönhetjük az első teljes biblia fordítást, amit Vizsolyba kiadtak, a magyar irodalomnak ez olyan hatást adott, hogy végső sorban az, hogy csak az első világháborúig több mint 100 kiadást ért meg, a magyar irodalmi és köznyelvnek lett ez az alapja. A mi nyelvjárásunk az Szatmár vidéki. Utána Szent Simonnál Albert, a Zsoltár fordító, ő Pozsony mellett született ugyan, de mint diák részt vett Vizsolyban, Göncön a Biblia fordításnál is. Ő később kiadta a Károlyi Bibliáját kis kötetbe, hordozható állapotba, illetve megírta a magyar nyelvtant latinul, illetve kiadott magyar-latin, latin-magyar szótárt. Séjei István, pápai püspök, ő a gályarap prédikátoroknak volt a vezére. Az 1670-es években a Nádasdi féle lázadást vagy összeesküvés után a bécsi politika a protestáns lelkészeken és tanítókon próbálta elverni a port. 1674-ben Pozsonyba összegyűjtötték a protestáns prédikátorokat és tanárokat. Körülbelül 400-450 embert gyűjtöttek össze, kényszerítették őket, hogy a vallásukat adják föl, illetve ha nem, akkor hagyják el az országot. Végül is volt körülbelül 58-59 ember, aki semmire nem volt hajlandó, őket előbb halálra ítélték, utána börtönre, utólag gályarapságra. Elvitték őket belőle 30-at Nápolyba, ahol két évig eveztek, mint gályarabok. A holland Reuter volt, aki őket kiszabadította. Ezeknek volt a vezére Séje István. Mondhatnánk azt is, hogy van ennek az egésznek szatmári kötődése is, ugyanis 12 olyan szeméről tudunk, aki gályarab, illetőleg abban az időben vértanúságot szenvedett. A hatodik egész alakos képünk az Balogh Péter lelkész, aki tulajdonképpen Szatmár megyei szülött, Nábrádon született, az 1848-as forradalom leverése után, mikor 55-ben meghal az akkori szoboszlai püspök, nevű püspök, nem engednek új püspököt választani, ő a legidősebb esperes, a szolgálati helye Szalonta, Nagy Szalonta, összegyűjti a kerület lelkészeit, nagy gyűlést tartanak Debrecenbe, mikor fölmegy a szószékre, megjelenik két osztrák tiszt, és a császár nevébe kijelentik, hogy a gyűlést bezárják, erre ő a szószékről visszadörgött, hogy már pedig én az Isten nevébe megnyitom. Őt ezért a törvényszék elé állították, de közben a vallási pátenst a Bécs visszavonta. Hogy őt később emiatt ennek a szerepnek a hatására tiszántúli püspökké megválasztották utólag. 1646-ban a puritánok ellen első Rákóczi György Szatmár németibe zsinatot hívott össze, egyetemes zsinatot olyan szempontból, hogy ez nem csak egy kerület, hanem az erdélyi és két magyarországi kerület, a Tiszántó és a Tiszán inneni gyülekezetek is képviseltették rajta magukat a puritánok ellen, akik még jobban meg akarták az egyházat tisztítani a még a katolikus korból megmaradt dolgoktól. Ugyanakkor be akarták vezetni a presbitériumokat, amit főleg Erdélyben, ahol a világi urak egyúttal a közösséget egyházi vonalon kívül is vezették, ők el tudták látni mind a kettőt. Tehát ott nem volt erre szükség. Tehát ezért a fejedelem is nem volt éppen a presbitérium bevezetése mellett. A felesége amellett volt. És akkor hoztak határozatot a puritánok ellen. De minden mellett kimondták a magyar reformátusok egységet, illetőleg az egyik pontba kijelentették úgy egészen mellékesen, hogy
minden helységben nemzeti iskolákat kell alkotni, főleg a leányok nevelésére. Míg a városokban az iskolák latinul is működtek, bizony, tehát latin nyelven is működtek, a nemzeti iskolában csak magyar nyelven folyt az oktatás. Aztán azt is kikötötték, hogy ahol ezt nem lehet megvalósítani, ott a kántor vagy a lelkész tanítsa meg a lányokat is olvasni elsősorban. Hát végül is a lényeg az, hogy hiába fordítottuk le a 150 zsoltárt, hiába adtunk ki több száz éneket, a református istentiszteletnek kb. 30%-a gyülekezeti ének. Ha a gyülekezet nem tudja használni az énekeskönyvet, akkor baj van. Tehát ennek következtében a református közösségben mindenki megtanult legalább olvasni. A zsinaton megjelent első Rákóczi György fejedelem is, ő van ott a trónon előtte, aki a zsinati végzéseket átadja, az a gelei erdélyi püspök. A szatmári református oktatási intézmények a 19. század utolsó harmadában differenciálódtak. 1892-től az 1948-as államosításig működött a városban református leánygimnázium, 16 és 35 között református kereskedelmi felsőiskola, 41 és 44 között református polgári leányiskola, 1902 és 24 között, majd 41-től az államosításig református tanítóképző is. Aztán jött a pártállami oktatási monopólium 4 évtizede. A felekezeti gimnázium csak 1991-ben élet újra, és ekkortól református teológiai líceum is működött a városban. Márciusi vallásos rovatunkban folytatjuk a Királyhágón melléki református egyházkerület bemutatását. Most pedig Jakafi Tamástól megtudhatjuk, honnan is származik az Édenkertre utaló paradicsom kifejezésünk. És azt tudta, honnan jön a paradicsom? Úgy értem, az Édenkert. Az nyilván mindenki előtt világos, hogy ezek a fogalmak a Bibliából szüremkedtek a közhasználatba. Az Édenkert a világ teremtésének zsidó elbeszélése szerint az ős tökéletesség helye, ahol teljes a harmónia, semmi sem szegi meg a világ és az isteni akarat összhangját. Maga az Éden szó babilóniai eredetű, de létezik hasonló hangzású héber szó is, amely gyönyörűséget jelent. Ugyanezt a fogalmat jelöli a paradicsom szó is. Latin közvetítéssel került be a magyarba a héber pardez szó görögös alakja. Elsődleges forrása azonban az óperzsa, ahol is a pairidaeza körülkerített kertet, amolyan parkot jelentett. A tökéletességnek, mint állapotnak ezúttal is térbeli megjelenülést adott a modellalkotó emberi gondolkodás. Kevesen tudják, hogy a középkori keresztény ornamentációs hagyományban erre a kerítésre, az elkerítettségre, a profántól való megkülönböztetésre utalt a gyakran alkalmazott faragott szövedék minta is. A székelyudvarhelyi születésű, Svájcban élő ifjú Szárkula György hegedűművész gyakran koncertezik Erdélyben. Mostani romániai turnéján Bukarestben is fellépett. Horváth Zoltán és Horváth Edit kolozsvári zongoraművészekkel Debussy, Ravel, Bartók műveket játszottak a fővárosi Balassi intézetben. A kamaraestet a magyar adás rögzítette, amit egy beszélgetés kíséretében egy későbbi adásunkban láthatnak. Mai részletet mutatunk a tegnap esti koncertből. Thank you.
Több mint 50 éve tanítja a rajzra, művészetre az éppen soron levő nemzedékeket Csíkszeredában Márton Árpád, a tanár úr vagy Árpi bácsi. Embersége, tehetsége, kedvessége, a diákokhoz fűződő különleges kapcsolata példás volt és ma is az. Ismerjék meg nézőink is Márton Árpád festőművészt, pedagógust. Na. Nagyon jó lett, tanárom. Most én is megnézem. Hát egy kezdet. Uh-huh. Akkor az is lehet, hogy ebből még lesz valami? Hát lesz, persze. Hát ez most már kész. Ez ki van, a kihívás megtörtént, most tovább. Ilyen dolgok, de nem szabad. A sarkok ilyen zavarjanak. Tudnék, minél jobban leszorítod a lényeget a sarkokról, hogy ne világítsanak, annál jobban kerül a lényeg a központba. Mert ezek le vannak rakva, egyet pihennek. Elővesszük megint, megint dolgozunk egy kicsit, megint elrakjuk, és megint, hogy mondjam, előkerülnek. Azért, tehát úgy, hogy az alma a virágkorától addig, amíg úgy bele lehet harapni, kell érjen. Ez ilyen az alkotás is, hogy nem szabad, kell tudni, hogy mikor hagyod abba. Úgy volna a Jóisten, ha egy vonalzóval az embernek a kezére rá tudna ütni, hogy most kész, amin. Ne tovább, mert sokszor átléped, és aztán fokhagymaszaggal ez, akkor olyan rossz lesz, mint a bűn. Volt ilyen már? Jó, nagyon sok. Mindjárt mutatok vagy kettőt, aminek fokhagymaszaga van. Itt van egy olyan tájkép, ami már olyan fokhagymaszaga van, hogy az nem igaz. Azért nincs még név rajta, ugye? Semmi, az égvilágon, ez még az égvilágon semmi. Tehát így lehet bedögleszteni egy dolgot addig, hogy már nem tudod, hogy mit csinálj tovább, hogy gondolkozol, hogy na most hogyan tovább. Csíkszeredai képzőművész műtermében vagyunk, aki nemrégiben egyéni kiállítással jelentkezett a helyi kis galériában. Úgy érzem, ezek a tempera festmények pályádnak újabb szakaszát jelzik. Hányadik kiállításod is ez? Hát a 8 vagy a 9. úgy gondolom most az egyéni kiállítások közül. Hát a
Először itt Csíkszeredába állítottam 1964-ben, hogy ide kerültem, utána vártam, vagy 8 évet Kézdi vásárhelyen állítottam ki, Székely udvarhelyén, majd szülőfalumba, Gyergyóalfaluba, utána a Marosvásárhelyi Új Élet galériába, majd később a Korunk galériába, Csíkszeredába, és most újra Csíkszeredába. Gyergyóalfaluból indultál, és a főiskola elvégzése után Csíkszeredába kerültél mindjárt? Igen, egyenesen Csíkszeredába kerültem, tehát ide kaptam a kinevezésemet a csíkszeredai liceumhoz, és itt telepedtem le, azóta itt dolgozom, és szívesen is jöttem, úgy éreztem, hogy hazajövök. Ez a hazajövés, hát közel kerültem a szülőfalumhoz is, igaz, hogy a csíki medence az egy teljesen más világ volt számomra, és nem is volt könnyű, nagy elődök voltak és jártak itt végig, és itt egy, mondjuk úgy, egy teljesen új világot kellett kezdeni. Gál András hívására kerültem lényegében ide, ő ajánlta fel, hogy itt van egy üres hely, és azután itt ketten dolgoztunk hosszú időn keresztül, mint fiatal képzőművészek. Most, mikor, hogy? Mikor, amennyire kedvem van, időm van, amíg megy a munkas, van aztán olyan is, amikor bedöglik az egész, akkor azt mondom, na kész, most egyet megyünk, intézünk egyebet. Mert olyan is van. Jó, ne, ezt aki tagadja, van holtpont is. Uh-huh. Van holtpont is. Van, nem megy, kész, mit csinálsz? Csókolom, kívánok! Na, olyan szenzációs ez a hamupipőke, most mutatták be, igen, a vizionáláson ott voltam, és nagyon vagány. Tegnap volt a Kosztándi, és ahogy hívják? Tessék menni. Férfiak. Jó. Csókolom, kívánok! Volt középiskolás koromban a Vásárhelyi Kultúrpalotának a kiállító helységeiben volt egy nagyon szép Nagy Imre kiállítás. Akkor már úgy nézegettük és csodáltuk Imre bácsit, de a főiskolán, Kolozsváron, minden évben a tartományi vagy a kiállításokon szerepelt Imre bácsi, és akkor úgy, de hát csak úgy távolról láttuk, hogy Nagy Imre. Jó? Mit ad az Isten, megérkezem ide, és a 64-be egy adott pillanatban az egyik alkalmazott Magdus azt mondja, hogy Árpi bácsi, azt mondja, érdekes módon nem tudom, hogy miért a jelen pillanatig Árpi bácsi maradtam. Üdvözöllek! És azt mondja, hogy kell menjek mennyaságra, és azt mondja, nem jönne be vasárnapra, azt mondja, hogy kicsit, azt mondja, hogy nyissa ki a múzeumot, stb. És én bejövök magam, hát legény ember voltam, kész. Hát egy adott pillanatban egyszer csak nyílik az ajtó, jön Imre bácsi, két, egy hölgyel és egy úri emberrel, és végignézik a kiállítást, visszajön Imre bácsi, és azt mondja, na, uram, kinek ez a kiállítása? Volt benne egy ilyen határozott mester, az enyém. Igen? Azt mondja, mutasson 3 munkát, azt mondja, ami ebből az egészből, azt mondja, tud 3-at mutatni, ami tetszik? Mármint nekem. És mondom, 3, mondom, amit... Na, azt mondja, úgy legyen, azon el lehet indulni, mondja, de láttam, azt mondja, 2 portrét, azt mondja, amit azt mondja meg, hogy mit kér érte, megvásárolom.
a múzeumnak. Nagyapámról, nagyanyámról készít majd ott a megmutatom. Hát életemben először, sőt, mondom, egy a vásárló is, nem is akárki, hanem Nagy Imre. Szervusztok, üdv! Egy barátunktól hallottam, aki itt egyszer áldogált, és a tanár végignézte, azt mondta, hogy a tanár úr, ahogy innen elindult, egészen fel odáig, a kalapját fel se tette, mert mindig csak... Igen. Hát... Most csak annyit, hogy amikor ide kerültem 64-be, 65-be kaptunk egy lakást, egy kicsi udvart, és ez a nyírfa akkor akkora volt, hogy nézegettem, hogy az udvarra, ha én ezt kiásnám, milyen vagány volna berakni. Most itt jövök, és elnézem, te jó Isten! Már... Ez jobb, ha itt maradt. De mondom, most... Akkor szinte egy idős a tanár úr csíki hát egy pályájával. Ez, igen, ez idősebb, két évvel biztos, mert... Hát körülbelül akkora lehet, hogy olyan csemetének ültették akkor ezt a nyírfát. Négytől minden évben tette egyszer vagy kétszer tiszteletét Imre bácsi. Meg kell nézni, mit csináltok, vagy mit csinálnak. Magázott mindig. És akkor hát ott az ember a tömbházakat mekkora, hát könyörgöm, raktuk ki, stb. És egyszer csak Fazakas János bácsi, a volt akkori miniszter, hát tette tiszteletét, Tusnádon nyaralt, és bejelentette, hogy Imre bácsit meg szeretné látogatni. Az elvtársak olyanok voltak, hogy ki az első, hogy hívják, akivel szóba áll Imre bácsi, rögtön felhívtak minket Kár Andrásról ketten, menjetek le, és Imre bácsinak mondjátok meg, hogy Fazakas János ilyen. A miniszter. Na, hogy fogadja, vagy nem fogadja. Mert Imre bácsi megengedte magának, hogy azt fogadott, akit akart. Július volt, meleg, olyan meleg volt, hogy az nem igaz, a méhek dongtak ott körbe, mert tele volt a folyós, vagyis a tornánca méhkaptárokkal. Imre bácsi a lépcsőre a miniszter urat leütette, és ő is, a többiek álltak az eltársak. Mondta, ne csapkodjatok, mert aztán itt a kivonul a mélytömeg, itt lesz itt Fidák. Az pillanatban azt mondja a János bácsi, Fazakas János bácsi, hogy mester, művész úr, mivel tudnék én magának segíteni valamit? Mondjon valamit, azt mondja, most itt vagyok, azt mondja, nekem lehetőségem van. Nekem semmi, nekem mindenem megvan, hanem itt van az a két nyomorult, azt mondja. Én még nem láttam olyan, azt mondja, olyan gyárat, hogy a varrógéppel, azt mondja, és a satöbbivel, azt mondja, a szabad ég alatt mondja, vartak volna, vagy csinálták volna, mondja, hanem valamilyen épületet, azt mondja, és ezeknek az embereknek kéne műterem, hogy valamit csináljuk. De már én voltam, otthon azt mondja, a konyhába festenek, satöbbi. Egy év múlva megvolt, jelezték, és János bácsi eljött a felavatásra, úgyhogy hogy ez a három műterem neki, tehát Imre bácsinak, és neki köszönhetjük ezt az egészet. Ennyi is van igaz az egész városba. Na.
hétből felvételiztünk 8-ba. 8. osztály után hazamegyek Alfaluba, megyünk édesapámmal nyáron a szekére, stb. Is. Kérdezik a szomszédok és a falus felett, hogy Árpád, mi leszel? És mondtam, festő, jaj, apádnak csak ennyi kutyákja volt. Érted, esze, hogy odaadott a mi. Na jó. Hát, visszamentem, ugyancsak nagypál tanár úrnak elpanaszoltam, hogy tanár úr, az a helyzet, hogy engem mindig, hogy nem lesz ebből jó, mondom, hát csak festő leszek, stb. Figyelj ide, következő évben hazamész, ugye, és akkor kérdezik a falus feleid, a szomszédok, hogy mi leszel, mondjad, hogy lovas tengerész. És akkor no, tényleg ez, el is hazamentem, és megint a szekkér, és megint a mezőre megyünk, és megint mi lesz, stb. És mondom, az egy faszmesterség, bocsánat, a kifejezésé. Édesapám az ostornyelivel azt mondja, hogy milyen marhaságot mondasz. Tetszik látni, meg vannak elégedve, mondom. Senki nem gondolkozott a hülyeségén. Szüleim voltak azok, akik hát minden tovább, édesapám nem, neki nem sikerült, asztalos ember volt, és szeretett, nagyon szeretett festeni, meg minden. Később aztán szenzációs, naív dolgai vannak, most is ott van egy egész sorozat. És hát amikor látta, hazajött a fogságból, látta, hogy én miket csinálok, akkor olajfestéket és ecsetét adott, és mit tudom én, vásznot, és akkor elkezdtem festeni, úgyhogy én már a középiskolába úgy mentem, hogy volt egy előképzésem, hanem már kapcsolatban voltam ezekkel a dolgokkal. És egyáltalán nem féltettek, de úgy bedobtak a mélyvízbe. Sajnos olyan volt a körülmény akkor, hogy sokat nem lehetett lelkizni. Örültek, hogy hála Istennek, hogy aztán ösztöndíjam is volt, mert édesapámnak első éves koromban, ugye mi akkor szeptember 1-én kezdtük az iskolát, és egy 2-3 hét múlva, hogy megérkeztem Vásárhelyre, írtam, hogy édesapám, ha nem kapok ösztöndíjat, az összes tenyése lesz elég. És édesapám meg visszaírta egy levelező lapon, hogy fiam, a fejedben vannak a tehenek, meg minden, és rakd oda, és igyekezzél, mert mi nem tudunk segíteni. Na, hát... aztán majd ott fenn a kiállításon majd egy-két dolgot majd el fogok mondani azzal kapcsolatban a visszajelzésről, ezzel kapcsolatban, hogy is volt ez a nem féltés. Tehát én nagyon hálás vagyok azért, hogy nem jajgattak, és nem, hogy mondjam, állandó jelleggel. Ugye most úgy tutulgatjuk, az Isten áldja meg a kölykeinket, ne tessék haragudni, hogy az nem igaz. És a lehető legrosszabbat, mert hogy mondjam, meg kell tanulni úszni az életbe, a hátúszással is, meg mindennel mellúszással is, és én ezért adok hálát. Hazamentem a vakációkba, kész, este megérkeztem, másnap hajnalban megyünk kaszálni, megyünk ezt csinálni, azt csinálni, és egy szó nem volt. Nem az volt, hogy ki kell pihenje magát, ja, a művész növendék. De nem volt itt milyen művész növendék, egyáltalán. Talán nem, hála Istennek, és nem a jelen pillanatig is hallok bele, amikor azt mondják, hogy művész. Nem, a hétköznapi veréb, kész, jössz, mész, és intézed a dolgaidot, nem, mit kell ezen, hogy mondjam, teremteni kell, és a falon, hogy mondjam, majd látszik, hogy igen vagy nem. Csókolom, viszontlátásra, köszönöm szépen, jó. Köszönjük szépen, hogy megajándékozott egy ilyen szép anyaggal. Hát, köszönjük, ez van most már. Na, Isten tartsa. Hasonló önt is. Csókolom, viszontlátásra. Csókolom, jó estét kívánok. Gratuláljuk, kívánjuk. Csókolom. Egészséget. Köszönöm szépen. Csókolom, jó. Csókolom.
Nekem ebből 98%-a ennek az anyagnak a polcomon van, a sajátom. De várj, ennek csak egyetlen... Várj, én megmondom, hogy melyiknél. Látod, ez 1962-ben készítettem, ezt amikor a megérkeztem Csíkszeredába, akkor ajándékoztam a múzeumnak. Hát ez volt kérek szépen, az irány. Azt mondtam, hogy ezt fogom, csókolom, viszlát, köszöntem szépen, ezt fogom csinálni. Nem tudok. Jó, rendben, de tetszik tudni, hogy meséljeket, csak meséljeket. Után édesapám azt mondta, hogy na, akkor lássuk csak, hogy mit is tanultál az alatt a pár hónap alatt, amit elküldtünk, érted, Marosvásárhelyre, és akkor kirakta nekem ezt a csendéletét, mint olyan, és akkor ezt én elkészítsem, és hát ez, hogy mondjam, egy adott pillanatban hát be kellett bizonyítani, hogy ezt tanultam. És a jelen pillanatig nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert annyi érdekes csendéletet láttam a világban, és úgy meglepődve évtizedek után jöttem rá, hogy ez nem is olyan rossz. Hát mit tudom én, 14 éves fejjel adott pillanatban egy néhány éves, előkészítéssel, meg stb. Hát ezt kellett bebizonyítsam. Na, nem is volt semmi gond ezzel. Az édesapja is meg volt elégedve? Igen. Hát ne, el volt ájulva az egésszel, hogy lehet egy barackos, mit tudom én, kompótos üveget úgy megfesteni, hogy? Ez egy takarítónő volt a művészeti iskolában, és a hihetetlen benne az volt, hogy minden alkalommal, amikor jött, hát mit tudom én, hányan voltunk a csapatban, hozott mindig egy fél zsíros kenyeret megkenve, és egy olyan meleg lelkű valaki volt, és kirakta a tanárunk, hogy fessük meg. Na most, ezt festettük, és bele volt bolondulva abba, hogy tiszta szürke az egész. Én az atya úristen ege alatt nem láttam szürkét ebbe az egészben. Tehát Rebi nénibe, az áradó meleg, üzenetet láttam az egész lényébe. Blúzába, fejébe. Mondták, fesd el! Húztam a vállamot, nem értettem. Elment a két tanár, aki ezzel volt, levettem ezt a portrét, és vettem egy másik kartont, és fekete, szürke, fehér csíkokat húztam függőlegesen. És mikor visszajöttek, egy fél évi ösztöndíjamba került ez az egész nonkonformizmusom, de félretettem, és vallottam azt, hogy nekem Rebi néni ez, és ma is vallom, hogy tökéletesen igazam volt. Egy picit átvágunk ide erre a részre, megmondom, hogy miért. Azért, mert ebbe sok minden van ebbe, tehát innentől kezdve valamikor Marosvásárhelyen a Bernádi gyűjteményben csodálatos Pál László, Munkácsi, stb. Ferenczi Károlytól elkezdve, amit akar az ember, a 19. századi nagyjai ott voltak sorba a Bernádi gyűjteményben, és nekünk annyi volt, hogy egy folyoson átmentünk, és minden szünetbe, vagy nagy szünetbe, adott pillanatban a múzeumban nekünk bejárásunk volt. És állandó jelleggel, hát szóval nekünk, számunkra az volt a Louvre, a Marosvásárhelyi Louvre. És
itt azért nyomon is követhető ez az egész dolog, mert a volt alkalmunk megfigyelni azt, hogy adott pillanatban egy Pál László hogyan festette meg azt a Fontainebleau-i, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt a dolgokba. És normális, hát ez egy, és nem, hogy mondjam, lealacsonyító, hogy próbáltuk utánozni. Na most ott van az a marosvécsi rész, ami számomra, én Munkácsit nagyon szerettem, fantasztikusan szerettem, és úgy meg is nézegettem. Hát maga a táj, mint olyan, az marosvécsi táj, de a figurák, az teljes egészében, hogyha valaki fogja magát, és a Munkácsi mosónőjébe, a kis, hogy hívják be, ami Marosvásárhelyén van a múzeumban, akkor meg lehet nézni, hogy bizony keményen megnézegettük, és na, hát szóval az érdekessége ennek az egésznek annak is, és ennek is, ezzel egy országos díjat nyertem, hogy Székely János 1967-ben írt erről a két dologról, és még van másokról is, egy cikket, a Korai virágzás címe. Tragikus alkonyat. Rózsaszín színfolt ragyog be a fák közé, és szinte feloldja törzsüket, mint sav a rezet. Mosó asszonyokat látok egy folyócska partján, amelynek vize olyan színes, és mégis olyan hiteles. Partja olyan tompán és mogorván zöld, hogy megborzongok belé. Együttesükben nagyszerűek és érdekesek ők. Együttes érettségükben, amely szinte már aggodalomra indít. Nem túl korai ez a virágzás, nem káros-e az egyéniség ilyen maradéktalan kiérlelése, mielőtt a mesterségbeli tudás teljessé válhatott volna? Nem fogják elrontani ezeket a gyerekeket az akadémián? Mert ez számunkra, hármunk vagy négyünk számunkra ez a gillotín volt, mert a tanáraink rettenetesen felkapták a fejüket erre, hogy hát mi az, hogy számon kérik őt, hogy hogyan tovább ezeknek a gyermekeknek, mert azért elárulom, 16 évesen most üljön neki valaki. Ennek a tájképnek a komolyságához és hogyanjához, hogy tehát én szerintem ez egy kép. Kemény évem a főiskolán, amikor nem volt ösztöndíjam, mert akkor 58-ba kerültem be, és kollektivizálás, stb. A szülők nem volt, és nem kaptunk ösztöndíjat. Nem volt. Heten voltunk, haton voltunk az évfolyamon, akik heten kerültünk be a vásárhelyiek közül. Egy köresztúri kollégám volt, aki nem mezőgazdasági területről került be, mint olyan, de nem volt ösztöndíjunk. Na és akkor ezért van ennek, hogy utca és földfia, mert azt hiszem, kevesen tudják elmondani azt, hogy mit jelent az összetartozás, mit jelent az egy csapat, és ez hála Istennek a jelen pillanatig is tart, mint olyan, akik életben maradtunk, hogy vagont raktunk, statisztáltunk, világosítottunk, stb., amit akarsz, és akkor volt annyi pénzünk összegyűlt, hogy vettünk egy kantinjegyet. Reggel megette egyik, ebéd, vacsora. És így. Na. Azért kemény.
középiskolás koromban, amikor egy adott pillanatban egy Szász Károly nevezetű marosvásárhelyi zenetanár, összhangzattan tanár volt, bejött és ilyen órát tartott, és akkor megkérdezte, hogy 1955-ben, hogy énekeljetek valami jót, érted, amit hoztatok magatokkal a Székelyföldről. Ha olyanokat énekeltünk, hogy így fogta a fejét, hát az akkor a hülye második világháború után összegyűjtött marhaság, mindent énekeltünk, és ilyen, te könyörgöm, hát menjetek haza a vakációba, és kérdezzétek meg nagymamát, hogy egyáltalán, hogy énekeljen nektek, stb. Elmentem haza, nagyanyám ott az öreg mámit, megkérdeztem, hogy mámi, valamit nem tetszik tudni énekelni, azt mondja, gyermekem, azt mondja, tudod mit, azt mondja, én a Tölcséresnek, azt mondja, énekeltem a kicsi vékony szakállúnak, a szúrós szeműnek. Elkezdtem gondolkozni, ki is az? Hát Bartók és Kodály volt a kettő. Kettő, és nem mondom, na tessék csak énekelni. Mit tetszett a Tölcsérbe énekelni? Tölcsérbe énekelni. És akkor jött ez az egész gondolat, hogy ebből a faluból az olyan édes jóistenemet lehet pöttyögetni a fehérekkel, mint olyannal, és ezzel kínlódtam, érte, azt hiszem, hogy 2 vagy 3 évig, amíg sikerült ezt megfogalmaznom. Ez egyik kedvencem különben ez az egész dolog. Tehát úgy Székelyfalu, hogy ilyen Székelyfalu nincs is. Jó, hát ez aztán azt hiszem, hogy itt elmeséltem, hogy egyáltalán ez a parasztbánat, ez annyi mindent foglal magába, de ez volt az első, amikor Imre bácsi minden évben tette tiszteletét egyszer vagy kétszer, amikor úgy elnézte a dolgainkat, megnézte. Ezt megmutattam, és azt kérdezte, hogy uram, ez kész van? Mondtam, Imre bácsi, én szerintem, igen. Azt mondta, úgy legyen. Ez egy olyan út, amilyen végig kell menni. És akkor ez már egy dicséret? Jó, nem, kész. Ez lényegében az, amit úgy elképzeltem magamból, ez valójában benne. Ez itt a jó reggel nap, ezt levették annak idején, nem engedték, hogy kiállítsam, mert azt mondták, hogy átfestem azt a fekete napot, akkor nagyon jó lesz, szép, sárga lesz, stb. És mondtam, hogy nem. Amikor július végén vagy augusztus elején az ember szembenéz 12-kor a nappal, meglátja majd, vagy zöld lesz, vagy fekete lesz a nap. És azt mondta a kotvászertársnő, nem, ő ilyen nem látott, nem érdekes, vagy átfestem, akkor vettem, a hónom alá vettem, és úgy felmérgelődött, azt hittem fenéken rúg, azért, hogy elviszem a képet, nem átfestem. Igen, nem fogod szólt. Nem. Ki nem érte át, hogy mit tudom én, kilométereken keresztül két lóval, vagy szekérrel, vagy satöbbivel hazaérsz éjjel 11-kor, 12-kor, és fél lángra húzott a petróleum lámpa mellett vártak vacsorával, stb. És egyáltalán annak az egésznek a háttere, mint olyanja, mert itt annyi minden történik, de itt lényegében itt történik a tisztasága, a lényege, amiért várnak. Amiért várnak, igaz? Na, szóval ez annyi mindent filozófáltam ezzel kapcsolatban sokáig. Ez még olajkép, még olyan, ami nem volt probléma a kezeimmel, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtam folytatni tovább az olaj dolgaimot, de
itt most az, ezek a dolgok azért, hogy is mondjam, nem tudom, hogy érdekesek vagy nem érdekesek, de azért, hogy az életben nincs semmi véletlenszerűen. Vagy alkotsz úgy, hogy rajtad keresztül átcsurog a hétköznap, a mindennapok hogyanja, és üzensz, vagy pedig, hogy mondjam, nihil módjára festesz, csinálod a magad dolgát. Én ezt nem tudom csinálni, csak üzenni tudok, vagy vannak, hogy mondjam, megfogható pontjaim az életből, amiből kiindulok. Hogy aztán mi lesz belőle? Persze lehet, hogy már nagyon ócska. Szépen mindeniket tanítottam, majdnem. És még mindig van kérelmet. Nekem lesz is, kérek szépen. Csak hallott, tudod, mikor nem lesz, amikor a szemfödőt rakják le. Ha egyet rúgok, érted, hogy tess, menjetek innen a francba. Volt egy elhatározásom, hogy a főiskolát elvégeztem, és tudtam azt, hogy pedagógus leszek, tehát ez lesz a kenyerem, hogy egy olyan játékot, vagy olyasmit próbáljak kidolgozni önmagamba, hogy ne légy tanár, hanem valahol legyél, maradj diáknak, és ha a diák lelkiségébe be tudsz hatni, és együtt tudsz vele, még vele összekacsintasz is, stb. Mert én mindig utáltam azt, amikor a tanárok dicsérték, hogy én voltam a legjobb, én voltam az ilyen, meg olyan. Hát mondd el magadról azt, hogy tróger is voltál, könyörgöm. És akkor, hát nem, annak a diáknak elégtétel, hogy hát na, hát nem kell mindent, mit tudom én most tudják főbelőhéssel. Nem? Tanár úr, tanár úrnak milyen trógerkedései voltak? Rengeteg. Azért mondom ezt, mert én végigjátszottam, igazi diák voltam, hogy mondjam, kollégiumi diák voltam, aki az égvilágon, amit lehetett, mindent elkövettünk, és ezért a visszaható ige azt mondtam, hogy igen, no most ne próbáljunk nagyon szép fehér lapon, hogy hívják lenni. Most milyen, na most én vagyok, milyen vagány fiú voltam. Nem. És jelen pillanatban is a találkozók most is mesélik, hogy akkor tetszik emlékezni, hogy is nevetett ki a tanár úr éjszaka, hogy hívják a Lázár Ödön parkba vásárhelyén, vagy mit csinált a dínyét, hogy ejtették le a kultúrpalota, mit tudom én, a harmadik emeletéről, hogy ájult el a néni. Még, hát volt 3 vagy 4 perc az óra végén, és akkor maraságot elmeséltem egy sor dolgot, sőt, ha olyan vicc volt, vagy valami olyasmi adoma, akkor azt is, na úgyhogy, sőt, jöttek ők is adott pillanat. Hát szóval én így képzeltem el a tanítást, és nem csalódtam benne.
Ez mit jelentett ez a csengetés? Ez az ébresztés volt, akkor ebédkor újra, és vacsorakor csengetett Lázár. Igen. Évente augusztusban 25-30 művész jön Szárhegyre a legjobbak közül, akik egy-egy munkát hagynak a képtárban. A képtár anyagának az értéke meghaladja a 4 millió lejt, de hát nem is az anyagi érték a fontos, sokkal nagyobb annál az elkölcsi. Tudnék, a tábor igazi célja a barátkozás, az egymás megismerése, a tapasztalatcsere. Ő is már hol van. Mérni se lehet. Évfolyamtársam volt. Más anyagi dologgal. A Szárhegyi tábornak ez volt lényegében az üzenete és az elképzelésünk, hogy igen, valahol, hogy is mondjam, úgy titokba, úgy most mondhatjuk ki ezt az egészet, valahol, amikor megszűnt Nagybánya, akkor volt egy lehetőség erre, hogy teremtsük újra a Szárhegyjel a nagybányai lehetőségeket, hagyományokat, és ez tényleg valójában a táborok egy hihetetlen, hogy mondjam, egy start, egy hogy is mondjam, alkotási tájfutás, vagy amit akarsz ezzel kapcsolatban, mert a végére ki kell állítsál. És lévén, hogy meghívtál, ez volt a lényege egész Szárhegyi tábornak, és nem csalódtunk benne, azért, mert a felkiáltójel az volt, hogy a Nagy Imre bácsinak volt egy kérése, hogy a dilettánsokat, a hozzá nem értőköt és az amatőröket tartsátok távol. Mert olyan hegyes a könyökük, hogy majd egy adott pillanatban majd ki fognak onnan nyomni. Na, soha az életbe nem került oda, hogy mondjam, sem amatőr, sem, hogy hívják ez meg az, hanem tényleg valójában olyan képzőművészeket hívtunk meg erre, és na hát, amit akkor hagyott a közeg is, a hivatalos közeg is, mert fele-fele kellett legyen, vagy x százalék, hogy akik valójában mondjam, súlyos és komoly képzőművészek. Négy évtizeddel ezelőtt Zöld Lajos újságíró, Gál András és Márton Árpád festőművészek elkötelezettségének, bizalmának és konokságának köszönhetően nyitotta meg kapuit a művésztelep. Birtokba helyezett tulajdonosok és a tábort működtető Hargita megyei önkormányzat közötti pénzügyi viták miatt a kastélyra lakat került. Teremtődött egy hihetetlen érték, mit tudom én, ezért valahány képzőművészeti alkotás, tehát sík és festményalkotás, és nem beszélve a térbeli alkotások a szobrok keretében, amik ott vannak. Na és most itt van, ki kellett takarítani mindent, el kell mindent, szét kell szedni. Hát én nagyon borzalmas élmény ez az egész dolog, hogy
Hát én nem is tudom. A szellemi világháború számomra, ez, hogy mondjam, dörgedelmes ilyen, nem is tankcsapda, hanem, hogy mondjam, úthenger játék, hogy azt, amit teremtettél, valahol egyből vannak emberek, akik így a földdel egy irányba rakjuk, és hogy mondjam, beszorítjuk az egész alkotás sokaságát valahol egy szobába. Véget ért egy korszak. Vége. Lezárult, igen. Lezárult, de a nagy baj az, hogy láthatatlanná, tehát egyáltalán most a válogatásban viszik, és esetleg szanaszét különböző kiállításokon bemutatják, de nem az, amit lényegében a Lázár Kastély és egyáltalán a telepnek a hogyanja Szárhegyet emelte ki egy adott ponton az ismeretlenségből, mint olyan. Tehát visszaemelte az egykori, hogy mondjam, érdeklődési körébe, mint olyan. Na. Isten tartsa meg. Nem vettelek észre. Sokáig, ugye, szia! Szervusz, István! Szia! Kösz! No. Jó, hát titeket érted, hogy a jó Isten, igen, látjátok. Fereim zűntük vel. Elkövetett bűnök mögött érted, kérek szépen most a végszó. Úgy kerestem azt a anyaságot, hogy olyan igen, fehér. Tudom. Alfaluban van, igen. Mert van ott, adtam Alfalunak egy ilyen 25 munkából álló, érted? Felajártak egy lehetőséget, hogy egy állandó kiállítás legyen, és akkor összegyűjtöttem, és ott van az anyaság, igen. Drága szépen, nagyon jó memóriád van. Szenzációs memóriád van. Tudom, hogy miről van szó. Egyből beugrott, igen. Jó. Fehér, igen, igen. Tartja, igen. Jó. De talán én azt akarom megkérdezni, hogy mindjárt leszedődik, és mi lesz velük? Árpi bácsi rakja bele a dobozokba, és vissza a polcra. És aztán majd nem tudom tovább, hogyan. Na, ezért mondtam azt, hogy fantasztikus, hogy hívják, probléma az, ahogyan tovább. Na, tehát úgy gyűjtsük tovább a sorozatok, mit tudom én, mi. Leszeljük. Valahol lesz. Hogyne. A főtéren tűz lesz belőle, jó tűz lesz belőle, tessék elhívni. Az üveget kiszedjük, és mindegy. A jövő titka, mondom, még most Marikáéknak elmondtam, hogy még akarok még itt pár ilyen vásznat összekenni, és aztán az ők bajuk csinálnak vele, amit akarnak. Thank you.
jó érzés visszagondolni, és hogy is mondjam, az ember felteszi magába, hogy vajon te most ezek után, hogy utadra engedtek, utamra engedtek, vagy utunkra engedtek valamennyiünket, hogy vajon tudunk-e ebből, tudtunk-e átcsurgatni. Mert van egy ilyen kétely is az emberben, hogy vajon. Ez a generáció vitte valamit abból, legalább csak egy kis csipetkényit, amit kaptunk. A film végén elhangzott kérdésre egyértelmű a válasz. Márton Árpád nem kicsit, hanem sokat adott át tanulóinak. Ezt bizonyítja a több tíz vagy száz diákja, akik neki is köszönhetően művészi pályán mozognak. Kedves nézőink, adásunk végéhez érkezve megemlítem, hogy ma az ugyancsak székelyföldi Nagy István festőművészre emlékeztünk halálának 80. évfordulója kapcsán. A Királyhágó melléki református egyházkerületet bemutató riportunk első részét láthatták. Volt komoly zenei összeállítás, és az előbb ért véget a Márton Árpád festőművész bemutató portréfilm. Itt a TVR Tevere 1-es csatornán legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor találkozunk. A magyar adás más sugárzott riportjait, összeállításait megtalálhatják a magyaradás.ro honlapunkon, illetve a Magyar Adás nevű Facebook oldalunkon. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszontlátásra! Mi a legrégebbi csillagászati eszköz? Mi a legrégebbi időmérő eszköz? Mi az, amivel az egyiptomiak, görögök, rómaiak vagy a középkorban az időt mérték? Miután állították be a toronyórák járását? És ma is ott díszelek templomtornyokon vagy a házakon?